Köszöntöm nézőinket, ez a Hazahúzó, én Rozsi Marianna vagyok. Mai adásunkban folytatjuk bajai kirándulásunkat. Ezúttal is sok szép helyszínt fel fogunk keresni, mint például a bajai Dunapart különleges turisztikai attrakcióit, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani, nézzenek minket! A bajai Dunapart az egyik legszebb az országban, pláne az a része, ahol a Duna és mellékága a Sugovica találkozik. A két folyó összefolyásánál szemedgyönyörködtető környezetben áll a Tűr István kilátó, amely a bajai születésű szabadságharcosnak, olasz királyi altábornagynak állít emléket. Tőle nem messze pedig egy miniskanzen mutatja be az egykori bajai halászat mindennapjait. Ez egy halászati miniskanzen, akkor ezek szerint ugye a bajai halászat múltját mutatja be, és a tárgyi emlékeit. Így van, 15 évvel ezelőtt jött létre ez az álom, ami fokozatosan a környékbeli vállalkozók és lakók, városlakók adományaiból alakult ki egy hosszú folyamat során. A hajdan volt halászati örökséget igyekszik bemutatni, illetve a vízimolnárok örökségét itt a bajai Duna szakaszon. Akkor egy kicsikét részletezzük, jó? Tehát, hogy milyen eszközök láthatóak a kis házakban, meg egyáltalán hogyan mutatja ez a skanzen ezt a halászati múltat? 1750-es évektől indul ez a világ, ahol nagyon sok halász, mivel a városban éltek bent, leballagtak hajnalanta a Dunapartra a munkájukat végezvén, tehát ez volt a foglalkozásuk, hogy ők haláztak. Nagy méretű halászeszközökkel dolgoztak, szükség volt az összefogásra, csapatokban, úgynevezett bokrokban jöttek le, és fogtak neki reggelente a halászatnak. Csónakokba rakották a különleges halászeszközeiket, úgymond halfogó eszközöket, halcsapdákat, melyek maguk készítettek a környezet adta lehetőségeket kihasználva. Fából, nádból, botokból, ágakból, illetve hálókötéshez nagyon értettek, és különböző csapdákat, halfogó eszközöket hoztak létre, szákokat, kecéket, varsákat kötöttek, amelyekkel vízre szálltak, és a kifogott halat, amikor visszaérkeztek a kiindulási helyre, szétválogatták méret szerint, bárkákba rakva, felhúzták a Dunán, a Sugovicán keresztül a halászpartra, és ott bárkákból értékesítették. A mai halászpartunk ezt a nevet őrzi. És mind látható, ugye, ezek az eszközök itt a skanzenban? Természetesen, itt miniskanzennek nevezzük, hiszen nem három kis halászkunyhó állt, úgynevezett vesszőfalukunyhó vagy paticsfalukunyhó, melyet szintén maguk építettek a halászok saját kezükkel. Különlegessége, hogy nem laktak benne, halászeszköztárolásra szolgált. Nagyon különleges módon gondolkodtak, hiszen hogyha jött az árvíz, a halász eszközöket is elöntötte, befolyt ezekbe a házakba a víz, viszont mikor kifelé jött, akkor csak a falra tapasztott sarat vitte ki, és a szerkezet nem dőlt össze. Hmm. Ezt csak alulról vissza kellett javítani, olyan magasságban, ahol a víz megdolgozta a falat, a mai napig láthatók ennek nyomai. Ugye szabadon látogatható a skanzen, most is vannak látogatók, de vannak-e itt bármilyen foglalkozások? Természetesen. Az év minden napján, szerdától vasárnapig nyitva tartunk, délelőtt 10 órától délig, délután 3-tól 6-ig. Ezek az általános nyitvatartási idők, ezen felül nagyon sok csoportunk van bejelentkezésre, szinte bármikor állunk rendelkezésre. Havonta egyszer van egy nagy rendezvényünk, mindig a halászatra, hagyományos ünnepeinkre, ráépítve, kapcsolódva akár egy jánoska eresztésre, egy halfőző fesztiválra, egy kemencés programunk például a hajómalom múltját tekintve, illetve annak felelevenítésére a kenyérünnep, vagy egy hajómalom nap. Ezek is nyílt napok, ilyenkor ingyen és szabadon látogathatóak ezek a programok. De van ilyen kis ismeretterjesztés? Természetesen, ahogy nekem minden, is elmondja most Mónika? Minden terület vezetéssel látogatható kollégák, önkéntesként dolgoznak az egyesület tagjai, délelőttönként, délutánonként mindig van itt valaki, aki vezetést végez és megmutatja ezeket az eszközöket, illetve használatokat. Gyerekeknek nagyon sok halász, régi játékot mutatunk be, kipróbálhatják, illetve rendszeresen van kézműves foglalkozásunk, ahol
egyszerű dolgokból, természetes anyagokból halakat készíthetnek, lisztes zsákot díszítünk például, és akkor az őrölt gabonából vihetnek haza egy csipetet mutatóba, illetve fa ladikot készíthetnek például. Ezek a legnépszerűbbek mostanában. A vízi munkagépeknek egy jellegzetes típusa volt valamikor a hajómalom. A gőzgépek megjelenése előtt a dunamenti vidék gabonájának őrlését kizárólag ezek a malmok végezték. Az 1800-as, 1900-as években a Baja városához tartozó Dunaszakaszon több hajómalom is horgonyzott. A hajómalmok azóta eltűntek, de hogy emlékük ne vesszen a múlt homályába, a Bajai Hajómalom Egyesület épített egyet. Ez egy valamikori hajómalomnak a másolata, tehát pont így nézhettek ki régen a hajómalmok. Mikor működtek itt a Bajai Dunán ezek a szerkezetek? Hát ezek a szerkezetek régóta működnek itt a Bajai Dunán. A történelmi és a levéltári adatok ezt bizonyítják, de tulajdonképpen a legtöbb hajómalom az 1800-as években jelenik meg itt a Bajai Duna szakaszon. A Bajai folyammérnökséghez 106,3 km tartozott valamikor régen, konkrétan a Bajához közeleső Dunaszakasz pedig 51 hajómalom működött. Ezt meg is tudom mutatni majd egy térképen, egy harmadik katonai fölmérésen. Tulajdonképpen a katonai fölmérésekből tudjuk azt, hogy pontosan melyik folyószakaszon mennyi hajómalom működött. Valamint a hagyatékokból, a főúri és az egyházi hagyatékokból, leltárokból tudjuk azt, hogy majd később, amikor 1800-ban beindulnak a statisztikák készítése, akkor jelennek meg tulajdonképpen malom típusonként az ország területén az, hogy hol mennyi hajómalom helyezkedett el. De ugye a folyó közepén voltak, nem csak a parton. Ezek a sodrásban vagy voltak. Inkább ott voltak? Ezek a sodrásban voltak, tehát bent a folyó közepén a sodrásban mert voltak. Mert az hajtotta a sokkal jobban hajtotta, tehát a parton nem tudja, nem ér el olyan hatásfokot a víznek a folyása, hogy a kerekeket tudja normálisan forgatni és őrönni lehessen vele. Ezeken csak búzát öröltek, vagy más gabonát is? Kezdetben csak búzát. Csak búzát öröltek, majd későbbiek folyamán mást is örölnek, de itt eleinte csak búzát. Ezeket a búzákat, amikor leradták és kicsépelték, lehozták a folyópartra, és a folyóparton várták a molnároknak az emberei, molnár ladikokkal, illetve derékekkel, és az úgy vitték be tulajdonképpen a malomhoz. És ilyen zsákokba tették, ugye? Persze, zsákok. Igen. Ilyen 50-70 kiló zsákokba rakták, és utána pedig hát elvitték ahhoz a malnárhoz, akinél meg akarták őrölni. A malnár átvette a búzát, levette róla a vámot, ugyanis azzal fizettek neki. Persze. És ha a gazda úgy akart, hogy a saját búzáját őröljék meg, akkor megvárta, még megőrlik. Ha nem, akkor viszont a malnár tudott adni neki lisztet, amit tulajdonképpen el tudott vinni a gazda. És itt ezen, bocsánat, hogy közben ezen a hajómalmon ugyanúgy lehetne esetleg búzát őrölni, mint régen? Tehát, hogy ez alkalmas arra? Természetesen, mai napig is őröl, úgyhogy mindjárt mutatok is egy kis friss őrlemény. Igen. Ez egy teljesen friss őrlemény. Valamikor régen így vitték haza a búzát. Ez egy kicsit durva. Igen, meg is lehet kóstolni, hogy tulajdonképpen mit vittek haza. Hát nem tudom, mit kéne éreznem, hát igen. Egészen igen. Más állagú és más íze van ennek. Szita, ugye ennek most, is van jelentősége. Igen, ugyanis valamikor igen a háztartásokban szitákó és rosták voltak. Persze. És ezzel a szitával, amit itt mutatok, ennek a szitának a segítségével szitálták ki ezt a búzát. De mindig csak annyit, igen. Amennyire szükség volt. Igen.
Nem, többet nem. Nem pazaroltak az asszonyok, tehát így rátették, ugye? Kicsit, ha rátesz, és így, akkor hogy mi marad a tenyerembe, egy kicsit úgy, mintha, aha, egy sokkal finomabb. Nézzük csak meg most. Igen, ez már egy finomabb. Jaj, hát igen, ez nagyon, igen. Na most... Púderszerű, igen, ezt visszarakom. Ez, ami itt megmarad, uh-huh. Ezt meg megkapta a baromfi, illetve a jószág. Ja, persze, igen, igen. Igen, ám, csak a technika fejlődik, és új dolgok jelennek meg. Az 1800-as évek elején megjelennek a gőzmalmok az első ipari forradalomnál, és ezeket a típusú malmokat ösztönzi arra, hogy szitákat szereljenek be ezekbe a malmokba, és akkor kezdik el felszerelni ezeket a malmokat szitával tulajdonképpen. Attól tehát kezdve, már akkor szita is volt, igen. Így van, attól kezdve már a lisztet. Hát jó, ezt hát a, ez ezt igen, a lisztet, nagyon finom, sejmes. És a tört szemet vihette haza a gazda. Uh-huh. Meddig éltek a hajómalmok a folyókon, a Dunán? Az államosítással tulajdonképpen megszűnnek a hajómalmok. Nagyon sok hajómalom kerül a nádasokba, különböző helyekre, nagyon sokat szétszednek, tűzifának, tehát csak az menekül meg, amelyik elsüllyedt, mint például a ráckevei. Igen, igen. Tehát, de azon kívül a többinek ez a sorsa. Ha Baja, akkor halászlé. Úgyhogy a híres bajai halleves nem maradhatott ki műsorunkból. A város Dunafürdői részén álló Potyka csárdában, a magyaros ízek között előkelő helyen szerepel a helyi halászlé. Nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni egy halászlét, de ugye a két nagy csapat, bajai és a szegedi. A bajai halászlé az hogyan készül? Hát a bajai halászlét az nem passzírozzuk, az úgy készül, hogy a halat összevágjuk, előtte lesózzuk egy 2-3 órával, mert a só összetartja kicsit a szeletet, és akkor nem föl szét, és ugyanúgy föltesszük, mint beleteszünk mindent a bográcsba. Hagyma, ugye? És víz, hal. Uh-huh. És akkor felforraljuk, és amikor forr, akkor paprikázzuk be. Akkor teszünk. A végén, igazából ne legyen keserű, öt ugye? Fő része van ugye, a halászlének, a víz, a hal, és akkor a só, paprika és a hagyma. Uh-huh. És hányféle halból készítik? Itt igazából csak ponyból főzzük mink a halat. Egyszerre egy nagyobb mennyiséget főzünk, de van, mikor többször főzzük egy nap. Uh-huh. És igazából a bajai halásznének azért bajai, mert itten gyufatésztával eszik a halászlét, attól bajai. Ez már egy nagyon bajai. Régi hagyomány, ugye? Igen, igen. Nagyon jó az illata, úgyhogy ezt meg fogjuk majd kóstolni. Jó, rendben. Mikor nyitották a Potyka csárdát? A Potyka csárdát 2004-ben nyitottunk, mint az én tulajdonomban. Durván, hát ugye 18 éve azóta főzzük a halat, és nem csak halászlé, hanem azért van más ételeink is, ugye szárnyasok. Inkább magyaros? Inkább, tehát a retro, a régi, régi ételeket. Próbáljuk megtartani azokat az ízeket és azokat a retro világot, ami az ételekben előfordult annak idején. De nagyon szép helyen van itt a Dunaparton, úgyhogy biztos igen, azért hát is népszerű, nem csak a finom ételek miatt. Hát igyekszünk, hogy azért a vendégek visszatérjenek hozzánk, hogy jó szájízzel menjenek el. Ugye mai világban nem lehet mindenkinek az ő szája íze szerint főzni. Ugye de ezért itt élnek nemzetiségiek, ugye? Tehát több igen, nemzetiség több él. Igen, hát olyan. De a nemzetiségiek azok is most már hozzászoktak azért a bajai halászléhez azért, akik
igazából nagyon sok szerb jön fel hozzánk. Igen. Hogy itt tegyenek halat. Mindig van tetszik. Vendég, most is. Igen, igen. Most is azért vannak vendégek, mindig jönnek. Hát további sok sikert kívánok. Köszönjük hozzá, szépen. És majd megkóstoljuk azt a bizonyos halászlét. Fogjuk hozni. Bizonyos haltöpörtyű, amit a halászlé előtt szoktak felkínálni. Nagyon finom, de én ezt régen nem tudtam, mert ugye a töpörtyűről rögtön ilyen hájas, hát disznóhájat szoktak ugye megsütni, az jut az embernek az eszébe, és azt hittem, hogy halháj, hát az van kisütve. De nem, hanem ez ilyen kis halhús darabkák, és de hogy miért lett töpörtyű a neve, nem tudom, tehát halhús darabkák, és nagyon-nagyon finom, tehát nagyon finom. Úgyhogy majd a halászlé is jönni fog, de előtte még ezt befogjuk burkolni, hogy magyarosan fejezem ki magam. Belemártom a majonézbe például. Hú, ez nagyon finom. Tényleg jó. Szóval ez szintiszta halhús. Jó étvágyat, Maria! Marian, szedhetem a... Igen, igen. Halászlét, először jó. A tészta? Igen, tessék. Ja, úgy is jó. Jó, mindegy. Tessék, parancsolja. Először a tészta. Először a tészta. Köszönöm szépen. És erre jön a... Erre jön a lé. A lé. Jön a lé. A tészt egy picit úgy beleolvad. Igen, így. Teljesen jó, köszönöm. Lehet még egyszer szedni majd. És a halat a külön? A halat azt mindig megesszük a levet, és akkor általában utána külön esszük a szeletet. Mm. Jó, tehát a csárdának ez a fő étel, amit kínál, igaz? Igen, de vannak azért más ételek is. Azért Potyka a neve, mert itt a hal a fő étel. Jó, hát azért belekanalazok, mert le kell ezt ellenőrizni. A színe gyönyörű. Hú, az illata is. Nagyon-nagyon-nagyon ízletes, finom. Csak azt szeretném mondani még, hogy az erős paprikával, ha tesznek bele, akkor óvatosan, mert nagyon erős. Hát igen, ez egy picit más, mint a szegedi. De nekem jöhet mindenféle fajta. Jó, aki szereti a halat, annak mindenféle formában megfelel. Úgyhogy nagyon jó, nagyon finom. Helyit eszem, helyinél veszem, mert helyin az eszem. Olvasható a Bajai Városi Piac honlapján. A Bajai Vásárcsarnok egy igazi nyüzsgő közösségi tér, ahol szinte minden kapható, és ami ehető, az pedig friss és kiváló minőségű. Nagyon nagy a nyüzsi most. Most piacnap van, vagy minden nap nyitva van a piac? Az az igazság, hogy konkrét piaci napunk az a szerda, szombat és a vasárnap, de gyakorlatilag a vásárcsarnokunk minden nap nyitva van, az üzletek, a hentesek, a népművészeti bolt, az étkezde, azok nyitva vannak, gazdabolt. Tehát ott nyitva tartás van folyamatosan. De igazából a szerdai, szombati és a vasárnapi piac az, ami a nagy nyüzsgést hozza. Mióta van ez a piac itt? Hát konkrétan tavaly január 1-ével kaptuk át hasznosításra, üzemeltetésre. Azóta folyamatosan teltházas, ami azt jelenti, hogy minden egyes árusítóhelyünk elkelt, és azóta is feltöltött minden bérlőnk, meg van helye. Mint ahogy látjuk is a mellékelt tábla szerint, rettentő nagy árubőség van, hatalmas vásárlóközönség. Igen. És ugye hát nem csak zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, mézet,
mi egymást lehet kapni, ruhákat, tehát egy igazi klasszikus piac, ide jön az ember, és majdnem minden családtagnak be tud vásárolni. Hát tulajdonképpen így is van valóban, mert itt, ahogy megvásárolja az ebédhez vagy csorához valót, úgy éppenséggel a cipőt, vagy éppen a ruhát, vagy trikót, bármit meg tudnak vásárolni, sőt, mi több, van több olyan árusunk, aki szerszámkereskedéssel foglalkozik, tehát tényleg, mintha egy hipermarketben lenne be az ember. Milyen portékát árultok itt? Csak a saját termékeinket áruljuk. Mindenféle zöldség, gyümölcs, éppen ami idén jelleggel kapható. Akkor gondolom, hogy nagy területen termesztitek ezeket. Igen, 20 hektáron termeljük. Kertészetünk van, meg gyümölcsöseink. Egyébként hogyan lehet tartani évről évre ugyanazt a szintet? Hát, igyekszünk. Nyilván az időjárás azért sokszor közbeszól, de amennyire lehet próbáljuk tartani a minőséget. Mit keresnek a legjobban? Hát alapvetőleg az olcsó élelmiszer, tehát burgonya, zöldség, répa, ezek a mi legjobban fogyó termékeink. Jó napot kívánok! Milyen hústermékeket árul? Természetesen csak hazai házi készítésű füstölt árut. Sonkafélék, szalonnafélék, kolbászok, szalámik, csípős, csemege. Disznóhúsból vannak ez? Ez mind sertéshúsból, saját tenyésztésű sertéshúsból készülnek. És önök csinálják ezt mind? Mind én dolgozom fel otthon, igen, készítem. Hát ez akkor nem kis munka. Hát az egész napom rámegy szinte. Tehát az előkészítése, a piacokra. Tehát nem csak itt árul? Nem, több helyen árulok. Baján kétszer, Tolna városában, helyben van egy húsboltom is, úgyhogy szertágazok. És akkor úgy gondolom, hogy egy disznó, ezek a klasszikus termékek, ezt keresik, ugye igen, a vevő? Igen. Az a lényeg, hogy házi legyen, ne legyenek benne tartósítószerek. Azt hiszem, hogy ez az egyik kedvenc helyszínem, a csokoládés pult. Ezek kézműves csokoládék, ugye? Így van, ezeket én készítem kézzel. Milyen csokiból készíted őket? A csoki pasztillák azok olasz vagy belga csoki pasztillák, tejfehérjét, csokoládét dolgozok föl egyébként. És milyen csokikat készítesz, és egyáltalán, tehát hogy jönnek az újabb és újabb ötletek, hogy milyeneket kínálja a vevőknek? Hát ugye alapból én nagyon szeretem a csokoládét, úgyhogy... Szerintem ez kell hozzá. Így van, egyébként minden nap eszek csokoládét, most már nagyjából kisebb bírom csokoládé nélkül. Az alap csokoládék egyébként a feltételszór csokoládék, ők 110 g-osak, tejfehérjét csoki alappal dolgozok. A feltétek egyébként liofilizált gyümölcsök, amik nagyon szépen tudnak mutatni a terméken, illetve nagyon ízletesek, nagyon intenzív ízviláguk van. Ugye, és már többféle csoki van, mert ezek a pasztillák, ugye? Így van. Tehát hát a színekből ítélve, hogy ez lehet, hogy keserű csoki, ha gondolom, ez karamellás, és ez az a híres rubi? Így van, ugye négyféle alapcsokoládénk van, a tejfehér és az étcsokoládé, illetve a negyedik most már a rubi, ami egy kicsit... Mi az, hogy most már, hogy eddig nem volt? Igen, tehát ez ilyen 2018 környékén jöttek rá erre a csokoládéra, ugye fermentáláskor állítják meg egy fázisában a csokoládét, és ettől marad ilyen nagyon szép rózsaszín színű a csokoládénk. Ez nem egy színezett csokoládé, hanem ez egy alap csokoládénak minősül. Ennek az ízvilága egy picit egy ilyen citromsavasabb, citromosabb, málnásabb jellegű egyébként. Jó, tehát akkor vannak táblák, kisebbek, nagyobbak, és ezek olyan, mint a nyalóka? Igen, ők a csokoládé nyalókák, ők is tej, fehér és étcsokoládéból készítem őket. Ők 30 g-os kiszerelésben találhatóak. A piacon még gyönyörű kézműves termékeket is lehet kapni. Galántainé Ili hosszú évek óta ontja magából a kézzel készített szebbnél-szebb textíliákat és ruhanemüket, melyek a világ legtávolabbi pontjaira is eljutnak. Ilike ezzel ugye 40 éve foglalkozik. De hogy jött ez, és kitől tanulta? Aha.
Hát egymást, volt egy idős munkatársnőm, vidéki, ő nagyon szépen tudott hímezni, és akkor én is tőle kaptam kedvet, de én otthonról már hoztam azt, hogy tudok kötni, horgolni, mint ami egy háztartásban előfordul mindent. Hát eleive igyekeztem úgy, hogy hama-hama, gyorsan csinálni, igen. És akkor azt mondta ez az idős munkatársnőm, hogy nem hama-hama, nem azt fogják megkérdezni, hogy mennyi idő alatt lett kész, hanem hogy ki varta. És hogy milyen? Igen, ugye? Hát azért, úgyhogy azzal, hogy ki varta. Így kezdődött, és akkor 40 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy a munkahelyemről eljöttem, és azóta vagyok itt a Bajai piacon. Azóta? Azóta. A régi csarnokban is volt egy kis népművészeti boltom, és onnét költöztünk 2 éve át ide az újba. Milyen termékei vannak? Lakástextil, ruházat? Lakástextil, de népviseleti ruházat, tehát nem modern, hanem hagyományos az a paraszt népviselet. Arra tartanak igényt inkább. Sok nemzetség él erre a környékünkön. Igen. Vannak svábok, vannak bunyevácok, a szláv nyelvben is. A különböző népcsoportnak különböző viseletei vannak, és akkor azoknak... Ezt mind meg kellett tanulni? Hát igen, és akkor hoznak egy mintadarabot, egy öreget, ami 100 éves, és akkor azt le kell másolni, és át kell rakni, hogy a mostani csoportnak jó legyen. De látom, hogy ezt géppel készíti. A nagy része igen. Tehát akkor ez része. Nem egy kézi munka már, mint régen, több évtizeddel ezelőtt. Hát igen, a népviseletben az inga, paraszt ing az még hímzett, de a szoknya az nem hímzett. Az mindig valamilyen anyagból, pliszírozással, csipkedíszítéssel, vagy régi sejem, vagy sejem utánzatból készül. Egyedül az ing a kalocsaiaknál, ott az alsó szoknya az gépi hímzéssel készül, a felső szoknya az pliszírozott. Most a próbababáról eladtam menyecske szoknyának, úgyhogy azért... Látom, is... hogy sok kalocsai minta van. Hát azt keresik? Itt nálunk többnyire. Nagyon ezt, szépen. Többnyire ezt keresik. De már nem csak a hagyományos kalocsai hímzést kell, hanem most már más színnel is hímezünk, mert arra is van igény, hogy... Látom ezt a fáradt rózsaszint a zölddel, nagyon elegáns. Igen. Vagy ott az a bordó. Igen. Vagy itt mögöttem igen. Az az ókalocsai. Erre is van igény. Géppel is ugyanúgy lehet hímezni, mint kézzel, olyan pontosan ugyanúgy be lehet állítani, tehát ugyanaz a minta jön ki tulajdonképpen, vagy van valami különbség? A gép, ez egy nagyon öreg, ez 1896-os a gépkönyve szerint. Igen, de lábbal hajtós volt, de már akkor is csináltak neki hát olyat, ahova lehet. Zinger. Igen. Hát a híres zinger. És különböző színű cérnákat, vagy hát nem tudom, fonál, vagy... A gépi hímzésnél általában csak fehéret használunk a kalocsaiba. Így készül. Látom. Majd mutatok csipkebekötést is, de így szegjük le utoljára a mintát. És a szín? Kalocsaiban az csak fehér. A kalocsai gépi hímzésben a minta a lényeg a gépi hímzésben. De hogy lesz ilyen gyönyörű, szép színes? Az kézzel van varva. Tehát a színeket kézzel kell? Igen. Ja, ezt akartam. Tehát a gépi az gépi, és a színet pedig kézzel. Így van. Uh-huh. Ez a terítő, ez megrendelésre készül, ők fogják hímezni, tehát azért nincs kivarva. Igen. Nekem kell a szélét, meg a riselin betétet megvarni, és akkor ők majd utána színezik. És ezt ki rajzolja meg? A mintát is én készítem. Hát gyönyörű. Igen. Jó van, hát sok sikert tovább. Köszönöm szépen. Történelmihez szorosan hozzátartoznak az itt élő nemzetiségek. Svábok, horvátok, szerbek, illetve bunyevácok jól megfértek egymás és a helyi magyar lakosság mellett több száz éven át.
A különböző nemzetiségek erősen hatottak egymásra, így nem véletlen, hogy hasonló életteret alakítottak ki maguknak. A Bunyevác tájház is ezt bizonyítja. A bunyevácok azok tulajdonképpen horvátok vagy szerbek? Hát a Dunatisza közén a török kiűzése után egy eléggé elnéptelenedett táj maradt fönt, és a terület földbirtokosai azon fáradoztak, hogy benépesítsék lakókkal, jobbágyokkal, és Baja környékére a 17. század végén a ferences szerzetesek hívták be, és telepítették le a bunyevácokat, akik Dalmáciából költöztek ide a területre. Római katolikus vallású népcsoportról van szó, akiket ma a horvátokhoz sorol a tudomány, bár itt is vannak emiatt megoszló vélemények, és Baján nagyobb számmal az Alvégen éltek, valamint itt Baja-Szent István területén bunyevác népcsoportok, és itt, ahol most vagyunk, Baja-Szent Istvánon, ez az utolsó ilyen típusú ház, ez egy klasszikus, háromosztatú, náttetős, vert falu lakóház, ami mondjuk így a 19. század harmadik negyedében épült, egy szoba, konyha, hátsó szoba, kamra, istálló, beosztású építmény, és most itt a tiszta szobában vagyunk, ami mindig a lakóháznak az utca felőli helyiségét jelentette. Ez volt a legszebb, legdíszesebb helyiség. Itt a falakon is látható, hogy ez egy ilyen sablonos technikával készült falfestés, amivel ők már így a polgárosodásukat próbálták érzékeltetni. Korábban ugye ezek a lakóházak is leginkább fehérre voltak bemeszelve, itt azonban ez a színes fal festés már utal arra, hogy ők azért módosak, vagyonosak voltak. Ebben a házban bunyevácok éltek? Tehát egy bunyevác család? Ebben a házban is eredetileg bunyevác család lakott. Aztán 1979-ben, mikor megalakították itt a tájházat, akkor ettől a családtól vásárolták meg ezt a lakóházat. Manapság is élnek leszármazottak? Úgymond bunyevácok? Élnek bunyevácok, több helyen is itt a városban, és vannak olyan népszokások, amiket még így éltetnek, például a pünkösdi királynőjárás, ez az úgynevezett krajice járás, ami pünköskor egy ilyen házról házra járó, jó kívánságokat eléneklő, ilyen adománygyűjtő népszokás, vagy akár az arató ünnep, amit még így fölelevenítve megtartanak Baján, illetve a környező településeken, ezt úgy nevezik, hogy Duzsianca. Úgyhogy meg a Márkó napot, meg téli időszakban prélókat, ilyen nagy zenés, táncos mulatságokat szoktak tartani. Az Ady Endre Városi Könyvtár az egykori Bajai Zsinagóga épületében működik. A funkcióváltáskor az épületet eredeti formájában állították helyre, és néhány régi kegytárgyat is őriznek a Fritz szekrényben. A város egyetlen nyilvános közművelődési könyvtára kulturális helyszín is egyben. A Bajai Zsinagóga egykor az ország egyik legnagyobb zsinagógája volt. Mikor volt ez, és ez meddig tartott? A végével kezdeném azt... Nem tudom pontosan, egy-két évtizedig, hiszen ez a 19. század közepén, egészen pontosan 1842-45 között létesült. A városban ez a harmadik zsinagóga, az első kettő a sors úgy hozta egyaránt tűzvész a lángok martalékává vált. Az első az 1765-ben létesült, az leégett 1806-ban egy pár utcát érintő tűzvészben, épült egy második, majd 1840. május 1-én tragikus dátum a Baja város életében, egy nagy tűzvész szinte az egész települést elpusztította, a második templomot is, és akkor külföldön is gyűjtést rendezett a közösség. Kohn Schwerin Götz neves Talmud tudós volt itt a bajai rabbi, és olyan szépen sikerült ez a gyűjtés, hogy ezt az épületet tudták felépíteni. Építésében, elhelyezkedésében mind-mind a neológokhoz kötődik, mert
az utcafrontról csak ez az kiegyezés követő egyenjogosítás után kezdtek el építkezni, de ez az utcafronton van, van az oldalbejárata is, ami közvetlenül az úttest felé, a járda felé nyílik. A másik érdekesség, hogy a Fritz szekrény előtt a Tóra emelvény, ahol a szertartást tartották, az is elő van, mint a neológok túlnyomó többségében. Ezzel a keresztény templomokhoz kívántak, a katolikus templomokhoz hasonlítani, hogy a fal végében is akkor több helyet, több padot tudnak betenni hívők számára. És a 19. század másodikában ezeket az eseményeket követően lendült fel ugye a zsinagógaépítés, a Dohány utcai híres, nevezetes, ugye, ami Európa talán a világ második, harmadik legnagyobb ilyen épülete, egyház épülete, akkor épült. Ezek után már megelőzték a Bajait, de mi azért még büszkék vagyunk rá. Abszolút, persze. És meddig volt itt hitélet? Sajnos a holokauszt az nagyon erőteljesen érintette a bajai közösséget is, illetve mondhatom az egész hát úgymond járási területet, hiszen a környékről is jöttek ide hívők. Az épület is akkor már 100 éves volt, a háború meg hát akkor is már némileg megviselte, nem volt már olyan anyagi forrásuk, hogy teljesen felújítsák, illetve hát ami még úgymond elvitte a pénzüket, az a 47-ben létesült holokauszt emlékcsarnok itt a kertben. Az egy nagyon szép, hogy márványtáblákon szerepelnek az áldozatok. Arra áldozták a megmaradt vagyonkájukat. És akkor szép lassan valahogy megfogyatkozott, ugye, az idő lakosság. Romhalmazzá vált, mondhatni egy kicsit ilyen kísértett kastély. Akkor a város hasznosítani akarta, és így vált könyvtárrá? Igazából a közösség azt szerette volna, hogyha ők meg is szűnnek, el is fogynak, az épület mégsem legyen teljesen az enyészetté. Uh-huh. És akkor tárgyalást kezdtek az akkori tanáccsal, ugye akkor még tanács volt, és végül is 74 szeptemberében 2,5 millióért eladták, megvette a város. Eredetileg azt gondolták, hogy itt is befedik az emeletet, mint máshol, és egy ilyen repozitóriumot, egy tárhelyet kialakítanak, hogy ugye hát a könyvtári állomány elférjen, de idővel győzött úgymond a józan ész, és szinte eredeti formájában a műemlék jelleget igen, csak figyelembe véve állították helyre. Maradtak azért kegytárgyak? Igen, maradtak a Fritz-szekrényben, a Tóra-szekrényben őrzünk tekercseket, sófárt, tfilint, a Hanuka gyertyatartót, számos eredeti imakönyvet. És ezt meg lehet tekinteni? Természetesen. Itt azért mégis az eredeti helyén, eredeti környezetében nekünk ez egy büszkeség kicsit, hogy ezeket mutathatjuk, hogy na, ez megmaradt a közösség után. Tehát akkor ez nem csupán egy könyvtár, hanem nem, turisztikai, ez, hát egy turisztikai látványosság. Igen. Könyvtár, turisztikai látványosság. Éber Sándor Székely Bertalan egykori tanítványának bajai háza ma már rangos kiállítóhely, ahol a látogatók visszarepülhetnek az időben és betekintést nyerhetnek egy városi polgári életforma értékrendjébe és szellemiségébe, miközben különleges festményekben, rajzokban és szobrokban gyönyörködhetnek. Az Éber családban 3 képzőművész is volt, ezek mind az ön felmenői. Kik voltak ők? Igen, idősebb Éber Sándor volt az apuka, ő volt a családfő, aki ebben a házban élt, és neki és Barcs Juliskának 7 gyermeke született, a legidősebb Éber Anna, aki ugyanazt a nevet viselte, illetve én viselem ugyanazt a nevet, mint ő, illetve a legidősebb fiú, ifjabb Éber Sándor, az édesapja nevét viselte, ő is festőművész lett, mindannyian ebben a házban nevelkedtek, cseperedtek fel, és tulajdonképpen itt szívták magukba a képzőművészet, a kultúra, és egyébként még a zene ihletét is, mert nagyon volt egy ilyen zenei ág is a családban, nagyon szerették a zenét is. És ugye ebben a házban az ő alkotásaik látható. Igen, itt az utcai szobában idősebb Éber Sándornak a festményeit látjuk, illetve van egy kis bemutató a freskóiból, és a többi szobában kaptak helyet ifjabb Éber Sándor és Éber Anna munkái. Illetve mindegyik bútor a családból származik, minden használati táj, tehát ez tulajdonképpen az életterüket mutatja be ez a ház. Ez már azért egy másfajta stílus,
Kicsit monumentálisabb, ugye, mint az előző teremben látható. Igen, itt találhatók idős Éber Sándornak a freskói, illetve nem a freskói, mert azok természetesen intézményeknek, közintézményeknek a falán, templomoknak a falán láthatóak, de itt láthatóak a freskó vázlatok, illetve színvázlatok, makettek, azok, amelyeket ő csinál. Több mint 20 freskót készített itt a környéken, illetve Magyarország területén. Itt látható néhány kép ifja Béber Sándortól. Egyébként ő neki nagyon-nagyon sok képe van, tudomásunk szerint is, és nagyon sokan vannak Baján, akiknek van tőle képe. Éppen azért, mert ő egy olyan témát dolgozott fel, ami a bajaiak számára olyan nagyon fontos, az a Gemenc, az Ártér, igen, a Sugóvica, a Duna, és ez egy ilyen bajaiságot is tükröznek ezek a képek. Mutatok valami érdekeset. Van itt egy fénykép, egy családi fénykép, idős Éber Sándor feleségével és a 7 gyermekével látható rajta, és tavaly a múzeumok éjszakáján újra lefotóztuk ezt a fényképet, úgyhogy azok, akik itt ülnek, egyébként ezen a fotelen ültek, mindenki mindenkinek a déd unokája. De jó. Úgyhogy nagyon jó volt a családot is bevonni, meg olyan ruhákat is hoztunk hozzá, hogy tényleg látszon ez. És hát majdnem 100 év teltek össze. És ebben a műteremben találhatóak Éber Annának a munkái, illetve majd még mutatom, még egy szobánk van. Most egy időszaki kiállítást rendeztünk be számára. A halálának a 20. évfordulója volt idén. A Képzőművészeti Egyetem elvégzése után Budapesten maradt, Rudnai tanítványa volt, és hát nagyon erőteljes, szimbolikus, és szerintem nagyon nőies képei voltak. Uh-huh, például a nagy kedvencünk, vagy nekem is személyes kedvencem, ez a Sors testvérek című kép 1933-ból, ami egy nagyon... Érdekes, teljesen modern ennek tűnik. Abszolút modern, igen, én is azt gondolom. És ez az utolsó helyiség. Itt is Éber Annának a munkáit láthatjuk, ez az időszaki kiállításhoz tartozik. Idén a múzeumok éjszakájára egy különlegességgel készültünk, meghívtuk Éber Anna lányát, Pártai Lilla, Kossuth Díjas balettáncos koreográfust, és ő mesélt az édesanyjáról. Tehát tényleg első kézből voltak az információk, és kis balettbetéteket mutattak be gyerekek. Úgyhogy az ő munkásságáról, illetve Éber Anna munkásságáról, illetve életéről készítettünk ide néhány fényképet, hogy úgy képet kapjanak a látogatók az ő életükről. Nagyon hangulatos ez a kert, és nagyon szeretünk itt rendezvényeket tartani. Ugye erre nyáron van módunk. Nem kell ide már díszlet, hanem ide ilyen kis, például múzeumok éjszakáján, vagy más alkalmakkor ilyen nyár este lampionokkal feldíszítjük, és akkor különböző ilyen kulturális esteket tartunk. Nagyon ennek hangulatos nagy, lehet. Igen, nagyon nagy sikere van, és az az igazság, hogy ebben a kertben voltak mindig a családi találkozók. Anna napkor találkozott a család, mindenki hozta az unokákat, és nagyon sok kedves családi kép örökítette ezt meg, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a képeket nézegetni. És hát azt hiszem, hogy most már a bajaiak is szerették ezeket a rendezvényeket, és mindig elámulnak ennek a gyönyörű kertnek a láttán. És hogyha valaki kíváncsi az Éber hagyatékra, azt hogy tudja megnézni? Hát tulajdonképpen hétfőtől péntekig nyitva vagyunk, 10 órától 16 óráig, de hogyha valaki máskor szeretne jönni, akkor, és telefonon bejelentkezik, akkor mindig kinyitjuk a házat, mert szeretnénk, hogyha minél többen látnák. Elbúcsúzunk Bajától, hazánk egyik legmediterránabb városától. Az elmúlt két adásban remélem sikerült nézőinknek kedvet csinálni ahhoz, hogy önök is felkeressék a Halászlé és a Vizek városát. Továbbra is számítunk megtisztelő figyelmükre, viszontlátásra!
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.